Mindig volt egy ölelése, egy pillantása, egy odafigyelése. A szemek, amiknek a pillantása oly sokak számára örök emlék marad, 2022. május 20-án örökre lecsukódtak. Szenci Sándor, a baptista szeretetszolgálat alapítója 3,5 évvel ezelőtt szembesült a kórral. Sándor harca a betegséggel idén május 20-án befejeződött. Amikor Sándor 3,5 évvel ezelőtt beteg lett, az orvosok azt mondták, hogy annyira agresszív a betegsége, hogy talán 2 napja vagy 2 hete lehet hátra. Természetesen ők elkezdtek a saját bevallásuk szerint is agresszív kezelést. Mi pedig nagyon sokan Magyarországon és külföldön elkezdtünk imádkozni. Ennek köszönhetően Sándor még 3,5 évet tölthetett szeretteivel. Kicsivel később megtudhatják, milyen óriási dolgok zajlottak le benne életének ebben az utolsó szakaszában. Előtte azonban megmutatjuk önöknek, mi történt ezen a megrendítő és mégis felemelő júniusi estén, amikor tisztelői, ismerősei, kollégái, barátai emlékeztek rá. Hiszek, ez az egész életemet jelenti. Idézte fel Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke Szenci Sándor vallomását. Valakinek hiszek és nem valamiben, valakinek, aki pontosan meghatározott időben és tisztán körülhatárolt emberi sorsban élt, tanított, szenvedett, de ez a valaki most is él számomra. Valóságosan él, és nem csupán képzeletben. Ő Krisztus volt Szenci Sándor életének alapja, eredője, éltetője. Sándor egész élete róla próbált beszélni, rá próbált mutatni. Kozma atya nálunk a Pax TV-ben is mesélt Szenci Sándorhoz fűződő kapcsolatáról. Megkülönböztetett jó kapcsolatunk volt vele is, velük is, és különösen akkor mélyült ezzel, amikor kiderült, hogy ő gyógyíthatatlan beteg. Mező Misi a Magna Cum Laude frontembere számára is meghatározó ember volt Szenci Sándor. Egy nagyon különleges dalt választott Misi Sándor emlékére. Látom az élő Jézust, üzvelőben visszatér. Majd Pajor Tamás folytatta az országosan ismert keresztény énekesek, dalszerzők sorát. A Híd gyülekezete prédikátora is nagy véleménnyel van Szenci Sándorról. Én azt becsülöm benne, hogy fel tudott építeni egy olyan szolgálatot, amely minden túlzás nélkül világhírű lett. A dalszerző egy olyan szerzeményét adta elő, mely arról a szeretetről beszél, ami Sándort is rabulejtette egy életre. Mert hív az ég, de túl nagy a létre hossza. Ami nincs itt, csak ott, azt itt létrehozza. A szomorúság és a szomorúság ellentéte, vagy inkább a reménykedés, is része annak az érzésnek, ami kavarok bennem. Árulta el Pajor Tamás, milyen érzésekkel jött el a megemlékezésre. Előadása brilliáns szóképekkel hirdette a szeretetet, aminek, jobban mondva, akinek Szenci Sándor is odaadta az életét. Terelnek, motoznak, gépírja, vegyjeled, mesztelen ő marad egyetlen fegyvered. Sándor szót értett kicsikkel és nagyokkal, folyton segítette a világ szegényeit. Állandóan szervezett, tárgyalt, kért. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások egykori minisztere emlékező gondolatait Révész Szilvia olvasta fel. Engem ez a gyereki nagy hit mindig lenyűgözött és lefegyverezett. És 2 imádság között el tudtuk rendezni a legbonyolultabb ügyeket is. Drága Sándor! Neked volt és van igazad. Szeretet nélkül semmi sem megy, Krisztusi szeretettel pedig győzni lehet. Itt, a földi életben és a halál után is. Sándor barátainak, harcos társainak száma végtelen volt. Közéjük tartozott Pintér Béla, Magyarország egyik legnépszerűbb keresztény dalszerzője. Azt mondta, szia, hiányoztál. Tényleg hiányoztál? Feleségem, hogy kívül ezt nekem nem mondták. Természetesen Béla is dalra fakadt, és mi másról énekelt volna, mint az igazi hazánkról, a hazatérésről. Ez nem az én bolygó, én máshova vágyom, máshol vár engem.
engem az én országom. Történt egyszer, hogy olyan keményen megkritizálták Béla egyik dalát, hogy az énekes már azon gondolkozott, felhagy a zenéléssel. Hála Istennek, Sándor közbelépett. Nagyon egyszerűen, nagyon velősen és nagyon tömören csak annyit mondott, hogy te csak énekelj. És először igazából nem is értettem, mert ilyen sebnyalogatásra vágytam. Arra vágytam, hogy valaki a szárnya alá vegyen és elmondja, hogy mennyire gonosz volt az, aki beszólt és a pokorra kívánt engem. És akkor a Sanyi meg azt mondta, hogy az a feladat, hogy nincs feladat, nem kell foglalkozni ezzel, hanem bátran tovább kell menni. Életre szóló lecke volt. Pap János, a baptista egyház elnöke szerint úgy, mint Sándor, csak nagyon kevesen akarták az Istent ismerni. Mindig ott volt benne valami mélységes, mély várakozás, vágyakozás a sokkal többre, az Istenire. Arra, amit nem lehet megfogni, megmagyarázni, hanem egyszerűen átélni az Isten ajándékaként. Majd pedig Szabó Balázs emlékezett meg Sándorról, a maga nyelvén, a saját szerzeményével. Öröktől ismered szívem vágyát, jól látsz te mindent, mit ember nem lát. Szenci Sándor szívének legmélyébe jó néhány barátját is beengedte. Ilyen barátja volt Révész Lajos, baptista lelkipásztor is. Egy olyan szövetséges társ, aki bármit megtett értem, és akiért én is bármit megtettem. Ott motoszkált bennem egy kérdés. Révész Lajos annyira ismerte Sándort, hogy gondoltam, tőle kérdezem meg, mi volt Szenci Sándor titka? Miért ő lett az, aki lett? Aki mélyről érkezik, vagy sok bocsátatik meg, sokkal inkább értékeli és a megbocsátót. Ő nagyon távolról érkezett. Sándor nagyon sokat és még annál is többet tudott dolgozni. Nem tudtam nem gondolni arra, hogy az elképesztő nagyságú munka esetleg az egészségének is árthatott. Mások sokkal gyakrább életért és addikciókért leteszik az életüket, és tönkre megy az életük. Én azt mondom, ha valamivel kell, hogy tönkre menjen az életem, akkor inkább Krisztus munkája legyen. Legfeljebb bölcsen meg tudom állapítani, hogy hol húzzak határokat, de én azt hiszem, hogy Sándor így volt Sándor. Az emlékezésen természetesen ott volt Sándor egy másik nagyon közeli barátja, aki nem mellesleg Magyarország egyik legismertebb újságírója, tudósítója. Vujt Trütko legelőször Afganisztánban találkozott a baptista szeretetszolgálat alapító elnökével. Oda mentem ehhez a barna ruhás, műholdas telefonba kiabáló emberhez, és azt mondta, hogy én vagyok Szenci Sándor. Én pedig bemutatkoztam, és abban a pillanatban egy örökre szóló, egy halállal el nem választható barátság kezdődött. Ő juttatott be Észak-Koreába. Voltunk Kambodzsában, Vietnámban, a Szaharában. Együtt aludtunk a Szahara homokján. Voltunk Bush elnök születésnapján, voltunk meg annyi helyen. És mindvégig nem egy utitárs volt, hanem ahogy mondtam neked, hogy ő volt a minden. És hívott éjszaka, és hívtam hajnalban, és hívtuk 12 órai időeltolódással. Nagyon kíváncsi voltam arra, miért látta Szenci Sándort különleges embernek. Trütko csípőből visszakérdezett. Megengeded nekem, én egy újságíró vagyok, riporter, néha kérdezem, ismerted Szenci Sándort? Igen. Akkor szerintem te tudod a választ. Az, hogy az a készfogás, az a tekintet, az az arc, az a mosoly. Az újságírót is Sándor elfogadó személyisége fogta meg igazán. Ő ugyanúgy ki van éhezve az elfogadásra, mint mindenki más. A számítás nélküli nem várja el tőlem, hogy az egy jó riport legyen, nem várja el tőlem azt, hogy... Trütko ezt az embert életének hősét veszítette el. Ezen a ponton az újságíró, a barát már nem tudta visszatartani a sírást. Megpróbálok örülni annak, hogy csak még nincs itt az ideje, hogy hálát adjak a jó Istennek, hogy közöttünk volt Sándor. Míg odakint beszélgettünk, a színpadon éneklésre jelentkezett Pojki Balázs gospel énekes és négy fia, a B4. Szenci Sándor tényleg maga lett a változás. Ment, törte előre az utat. Útjának végén pedig megérkezett az Isten elé. Kozma Imre atyával együtt kicsit talán még irigykedhetünk is rá. Kedves Sándor, menj be, urad örömébe!
az egyszeres írásra késztető és felemelő megemlékezés szívfacsaró jelenetekkel fejeződött be. Szenci Sándor tisztelői, az őt szeretők papírhajókat bocsátottak vízre. Rajtuk egy idézet Sándortól. Lépj ki a csónakból. Kilépett a vízre, megtett lépéseket. Néha ez könnyű egyedül, de amikor követnek mások, mint ahogyan Sándort követték, és így megtenni ez a lépés, hogy miből lesz pénz? És akkor nem egyszer hallottam tőle, hogy Isten meg fogja adni. Ott volt a pénzügyi vezetőjük, és mondta, de hát nincs a számlán. Minden ott lesz majd, és ott lett. Mondja Paróczi Zsolt, Sándor egyik legrégebbi barátja. Zsolt mindig is csodálta Sándorban azt, hogy látta a láthatatlant, hitben élt, nem látásban. A baptista szeretetszolgálat is ebben a tüzes hitben született meg. Miután Sándor beteg lett, akkor választották meg elnöknek Szilágyi Bélát. Ő egy tűzember volt, aki fel tudta lobbantani az emberben a tüzet, és el tudta hitetni azt, hogy ha az Isten hív, hogyha az Isten kéri, akkor nincsenek lehetetlen dolgok. A diagnózis óta szinte semmit sem lehetett tudni Sándorról. A család kérésére gyakorlatilag hírzárlat lépett érvénybe. Béla most elárulja önöknek, mi az, ami nagyon foglalkoztatta Szenci Sándort élete utolsó éveiben. Amikor Sándor beteg lett, akkor és hallotta az orvosi diagnózist, akkor elmondta azt, hogy ő felkészült arra, hogy hazamenjen a mennyei atyához. Elmondta azt, hogy megbocsátott azoknak, akiknek meg kellett, hogy bocsásson, és bár fizikailag nem voltak ott, de bocsánatot kért azoktól, akiktől neki kellett bocsánatot kérnie, és persze szeretett volna élni, és elmondta, hogy szerettem volna látni a fiaimat, az unokáimat felnőni, szerettem volna Kati mellett megöregedni, de jó volt az Isten szolgálni, és hogyha kell, akkor megyek. Mielőtt Sándor elköltözött volna, meglátogatta őt a betegágyánál Pap János, a baptista egyház elnöke is. Jánossal találkoztam azért, hogy erről, és általában Sándorról kérdezzem. Hogy fogadta az egyház egyébként a Sándornak a terveit, amikor ebbe belekezdett, nem tudom, 90-es években? 96-ban indította a segélyszervezetet, és hát gyakorlatilag senki nem értette és látta azt bele, amit Sándor belelátott. De az egyház akkori vezetői végül is mellé álltak. Az elnöktől megkérdeztem, mi fog Sándorról először eszébe jutni, mondjuk 20 év múlva. Sándornak a nagyvonalú szeretete és az a fajta befogadó szeretete, amivel az ember találkozott. És ez az igazi szeretetszolgálat. Több, mint segítő projektek és munkatársak összessége. Sándor végtelenül elégedett lehetett volna, ő mégis mindig többre vágyott. Míg a betegágyán is erről beszélt Jánosnak. Tudod, János, még többet megmenthettem volna. Még többet szerethettem volna. Bárcsak még többet prédikálhatnék Krisztusról. Még ott szeretnék állni. Még egyszer elmondani az üzenetet. Szenci Sándor élete során, amikor egészséges volt, rengeteget utazott. A betegágyán élete utolsó éveiben egy nagy belső utazás folyt benne. El tudta engedni, meg tudott bocsátani sorba-sorba mindazoknak, akik fájdalmat okoztak neki. Meg is kereste őket, amennyire tudta, telefonon. Az Egyesült Államokból hívogatott embereket, és beszélt velük. És aztán az élete vége felé azt mondta, hogy az Isten neki is megbocsátott, mert vele is, neki is voltak hibái, mulasztásai. Földi utazása ugyan véget ért, Szenci Sándor életműve folytatódik tovább. Ő pedig végre élvezheti azt, amit az Isten az őt szeretőknek elkészített. Drága Sándor, drága Sanyi, atyet, apa. Most nem a szavaiddal prédikálsz itt nekünk, hanem az életeddel. Mert kiléptél még egyszer a csónakból. De most olyan vízen jársz, amit nem ismersz. De olyan vízen jársz, ami ahhoz visz, aki mindig is mondta neked, hogy jöjj. Ez nem az én bolygó, én máshova vágyom, máshol vár engem az én országom, bár ez az ország.
túl van a holdon, én mégis itt mélyen a szívemben hordom.